Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy újabb Robloxos játékkal, ezúttal a Play or Die-jal fogunk játszani, aminek az a lényege, hogy játszanunk kell, különben meghalunk. Ezt a játékot Dávid ajánlotta nekem, azt mondta a videós találkozón, hogy ezt mindenféleképpen próbáljam ki, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát így elnézve a fali képeket, szerintem ez nem lesz egy túlzottan komoly játék, de ettől függetlenül azért majd igyekszem komolyan venni, hiszen hogyha meghalunk, az nyilván nem egy jó dolog. Úgyhogy én besétálok ide, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni. Ez egy macska, ő amúgy egy játékos. Mióta lehet ilyen skineket berakni a Robloxba? Vagy hogy lehet ilyen skineket berakni a Robloxba? Te jó ég, mi az? Az egy nagyon dagadt axolotl volt, nem? Meg, ó, te édes ez a kis róka, ez nagyon-nagyon tetszik. Hogy lehet ilyen skint csinálni? Én is akarok ilyen skint magamnak. Vagy ezek nem játékosok? Én nem értem ezt a játékot, amióta elkezdtem, azóta még furcsább lett. Na jó, hát 24-en kell, hogy játsszuk ezt a játékot, úgyhogy néhány emberkének még ide be kellene szaladnia. Remélhetőleg hamarosan megérkezünk, hogy elegen legyünk, és el is fog hamarosan akkor indulni. De úgy látszik, hogy ők játékosok. Ó, imádom! Ennél menőbb rókát szerintem még nem látott senki. Ez pedig egy kis kutya, vagy egy nyuszika, nem tudom igazából eldönteni, mert elég hosszúak a fülei, de nagyon-nagyon cuki. Minden esetre a nagy gül szemeimet beleillesztem a fejébe, belelátok a gondolataiba, ez az axolot pedig, na mindegy, hagyjuk. A kicsi axolot ül, most már te nem olyan kicsi. Felnőtt az én kis drága lelkem. Hú, ez is nagyon furcsa skin. Nagyon-nagyon érdekes dolgok történnek ebben a Robloxban, hétről hétre. Na, itt van egy házikó. Jó reggelt, álomszuszékok! Itt vagytok a fantasztikus gameshow-ban, és csak néhányan voltatok olyan szerencsések, hogy túléljétek. De akik túlélik, azokat nagyon meg fogom jutalmazni. Hát jó, mi volt ez a fej amúgy? Ő irányítja ezt a játékot? Ő fog dönteni az életem felett? Jó lesz az nekem, hogy ő dönt az életem felett? Hát jó, 18-as vagyok, úgyhogy bízok benne, hogy ez egy szerencsét hozó szám lesz nekünk. Itt elkezdték húzigálni már egyébként a rabok a falon, hogy hány napja vannak itt. Tegyem, hogy egy börtönből kellene kiszabadulnunk, és most a tévét nézhetjük. Egy klasszikus játékkal fogunk játszani, és ez kötélhúzás lesz, hogyha jól látom. Remélem az erősebbik csapatot kapom. Most azért bízok benne, hogy a kigyúrt axolottal fogok együtt lenni egy csapatban. Igen, és akkor már kezdődik is. És ezt így, oké, mindig oda kell kattintani, gyerünk! Nagyon-nagyon bízok benne, hogy mi vagyunk a jobbak. Jó, oké, szerintem egészen jól haladunk. Yeah! Ez az! De mi az a nagy fej amúgy? Ez az, nyertünk! Mindent megtettem. És akkor most a fél csapat már ki is esett, lefeleződtünk? Hát jó, amúgy azt nézem, hogy téglán alszok, vagy mi a fene ez? Menjünk tovább! A macska is velünk volt, a bicós macska. És az axolot? Ő még él? Hát nem látom. Akkor viszont komolyan voltunk olyan erősek? Nem, ott van, jó. Nem, hogy lehetne, hogy nem is erős, csak a farizma nagy. Ebben a játékban meg kell szavaznunk azt, hogy ki fog meghalni. Amúgy itt ilyen kigyúrt, ilyen Roblox karakterek vannak mellett, ilyen verőlegények. Jó. És ezt hogy lehet így megszavazni? Ez hogy működik? Ugye nem engem fognak kiszavazni? De mi ez ilyen szerencsém múlik? Van 30 másodperce arra, hogy az életéért könyörögjön. Te jó ég, milyen beteg már ez a játék? Hát, és akkor most ő beszélhet? Hát nem. Bocsi, engem ezek a Círia betűk nem győztek meg. Micsoda, ennyien próbáltak neki megkegyelmezni? De ilyenkor új választás lesz? De miért? Hát, jó. Most Sherryt szavazták ki. No me, please. Ez nagyon meggyőző volt. Nem. Engem ez nem győzött meg. Remélem nekem nem kell érvelnem, hogy én engem szavazzanak ki. Nem tudom egyébként, hogy mit mondanék. Ez az, jó, túléltük. Amúgy ez para? Úristen, mi ez a kép? Egy gilisztalógott ki a füléből? Hát jó. Mennyi coint kaptunk. Tiszta gazdag lettem. Ez egy nagyon furcsa játék. Amúgy tényleg szórakoztató, de így nem igazából értem, hogy mi történik körülöttem. Kíváncsi leszek a következőre. Elméletileg egyébként ezt minden héten frissítik, és vannak benne újdonságok. Aha, most a halállal kell megküzdenem. Néhány véletlenszerűen kiválasztott játékossal kell megküzdeni. Erika, remélem te velem vagy. Tartsunk össze. És most én itt maradtam? Küzdenem kell? Nem, nem kell küzdenem, jó, itt most csak nézni kell, de itt van az axolot, és neki miért van kardja? Várjál, ez így nem igazságos, ez így nagyon nem igazságos, remélem nem fog engem elkapni. Jó, igazából, ha távol maradok tőle, akkor talán nem fog bántani. 2, 1, és szerintem, hogyha lejárt az idő,
Akkor bízok benne, hogy túléltük ezt a játékot. Nem! Most megint visszaszámol, és most valaki másnál van a kard? Vagy most bent van mindenki, akinek kardja van? Hú, ez para, amúgy. Hova lett az axolot? Ő az előbb itt kint kaszabolt. Lehet, ő is kiesett. Nagyon jó munka volt! Sikerült! Nem csináltam semmit, de sikerült! Ilyen sikeresnek rég éreztem már magamat egy játékon. Hát jó, eddig megúsztam igazából a játékok nagy részét, mert nem engem választott ki a rendszer, de nyilván minél kevesebben vagyunk annál, nagyobb az esély arra, hogy én is sorra kerülök, és nem biztos, hogy a jobb oldalon fogok állni, mint mondjuk ők most itt a karddal, és mindig bele szlörpöl abba a kis izébe. akkor szerintem ez olyan játék lesz, mint ami a Stumble Guys-ban is van, hogy meg ami volt a TNT-ren a Minecraft-ban, hogy alattunk így összeomlik a kockák, igen, amikre ráléptünk, mondjuk ebben így nagyon furcsa ebben a játék. De hogyha sikerül jól levágnom itt egy területet, akkor igazából olyan nagy baj nem lehet. Ó, ne! Jó, akkor viszont a következő stratégia az az, hogy itt választunk le magunknak egy nagyobb területet, és akkor akik meg fölöttem vannak, azok leesnek. De átjött ide a kisjány. Ne gyere ide, kisjány! Nem akarunk kiesni mindannyian, ne! Hú, ez nem jó. És itt meddig kell túlélnem? Néhányan már kiestek. Jó, oké, sikerült! Hú, az évek és a rutin. Szerencsére tényleg az a sok TNT rám, meg a Stumble Guys, az most itt meghozta a gyümölcsét. Volt értelme ezekkel a játékokkal játszani. Egyébként, hogyha szeretnétek Stumble Guys-os videót, akkor jelezzétek nekem egy like-al, illetve írjátok meg nyugodtan kommentben, mert már eléggé rég volt, és most azért írtatok több lehetőséget is arra, hogy hogyan tudnám esetleg újból megoldani, hogy tudjam irányítani a játékot, úgyhogy meg fogom nézni. És egyébként megint van hozzá hangulatom. Micsoda, egy halálos vírussal lettünk megfertőzve, és meg kell szereznünk az ellenszert. Atya ég! Oké. Ez beteg? Úr, kinek a szeme volt itt? És erre van? Az antivírus. Antidót. Antihótadóta. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Anti! Sikerülni fog! Ne! Ne! Jó, megvan! Jó, megvan. És most el tudom még amúgy mások elől venni? Lehetek olyan gonosz, hogy azt mondom, hogy nekem több kell? Akkor vajon meghalnak a többiek? Hú, ez most nagyon-nagyon gonosz dolog, amit csinálok, de... Nem tudom. Á, én pedig azt hittem már. Mondjuk ez annyira nem volt, mint miért oda mész? Ott van az antidót. Ha-ho! Jó, azt hiszem nem ő a legélesebb kés a fiókban. De mindegy, én nem ítélkezem senki fölött. Itt van amúgy. Itt lent. Nem értem, miért rohangálsz. Vagy ő lehet ki akar direkt? Mit csinál ez? Meg van kergőbe, vagy ő nem úgy látja, vagy mi? Vagy az utolsó pillanatra akarja hagyni? Hát de annak meg mi értelme van? És most fut visszafele. Margot! Ott van! Vigyedj csak, figyelj, jól ráijesztek! Jól ráijesztek! Figyelj! Biztos most teljesen ki van. De az mit csinált, aki ott fönt rohangált? Nem érti a játékot? Vagy mi? Lehet az itt, hogy láva fog emelkedni? Vagy miért mászott föl oda? Aztán miért esett le? Miért nem kellett neki az ellenszer? Úgy, de sokan kiestek. Hárman maradtunk? Vagy négyen? De akkor ez már mindjárt a játék vége, ez már lehet, hogy a végjáték lesz? Azt a mindenit, tehát nem gondoltam volna, hogy ennyire a végeikben tudok maradni. Azt hiszitek, hogy legyőzhettek? Igen. Saját magát kell akkor kiejtenie? Mi az a láb? Mi? Most meghaltunk? És itt mit kell most csinálni? De miért engem? Hogyan tudjuk őt majd bántani? Ne! Rám fog lépni ez a nagy fejláb! Ó, ne! Oké, most nem engem támad, de... Azt a mindenit! Mi a fene van itt? Jézusom! What? Futi van! Futi van! Többieknek vajon mennyi élete van? Remélem azért nekik is fogyott már az életükből. Mert ha nem, akkor mondjuk elég nagy bajban vagyok. Ujjaj, ujjaj! Azt a mindenit, jönnek közbe itt a bombák! És ezek felém jönnek? Ne! Ú, ez most nagyon levitte az életemet. Mik ezek a nyilak? Ja, hogy ó, ezzel kellett volna őt megdobálni? Oké. Csak sikerülni fog. Legalábbis reménykedem benne, hogy sikerülni fog. Ne. Amúgy miért minden Robloxos játéknak ez a vége? Most megint jöttek bombák. Az a kislányt akarja nagyon. De most már akkor elmetek, szerintem ezt fel tudom venni, ezt a bombát. Ugye? Aha, itt van nálam a bomba. Jó, oké. És egyedül maradtam? Nem, ott még van valaki. Margot! Margot, ments meg! Ne! Túl akarom élni! Mit csinál? Ujjaj! Ez nem néz ki jónak. Ez is ilyen Stumble Guys-os téma. Hát most mikor ugorjak? Oké, jóval előtte kell. Én is ugrok! Ó, hát ez ilyen... Nagyon kevés életem maradt. Ne! A kislány is meghalt, utoljára maradtam! És alig van életem! Jó, de most megint vannak itt bombák. Csak sikerüljön innen elmennem.
Ne! Ezt nem mondod komolyan! Várjál, várjál, most hátha! 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 Úristen! Ne! 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 Utoljára maradtam! Majdnem sikerült! Hát ezt nem hiszem el. Ha még valaki életben maradt volna rajtam kívül, szerintem simán le lehetett volna ezt hozni. Hát na jó, skacok, kipróbáltuk ezt a játékot, igazán érdekes volt, de amúgy szerintem szórakoztató. Hogyha esetleg szeretnétek még ebből a videót látni, akkor jelezzétek nekem kommentben. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, illetve köszönöm Dávidnak is az ajánlást. Ha jól tudom, ő is játszott ezzel a játékkal, úgyhogy nézzétek meg nála is a videókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Andi voltam, sziasztok!